Tabi, mekkora meglepetést szereztél magadnak ezzel a győzelemmel? Ez jó kérdés. Bíztam benne, hogy megyek egy nagyon jó pályát, mert igazából az volt a cél, nem is az, hogy most hányadik leszek. Mivel ugye tavaly nem versenyeztem, ezért nekem mindenképpen az volt a cél, hogy ezt a feelinget újra átérezzem, és ne a válogató legyen az az első verseny, ami élethalál, mert az semmiképp nem jó, hogyha ott derül neki, hogy még ezt is javíthattuk volna meg azt is, úgyhogy ez most erre volt jó, és nem is azt mondom, hogy meglepetést szereztem magamnak, hanem inkább egy visszajelzést, hogy igen, én ősszel elkezdtem valamit, amit most végre sikerült idáig megcsinálni, és ezt szeretném tovább. Mennyire lehet következtetést levonni szerinted az ellenfelek formájából? Ezt így nehéz, mert mi is azért edzésből jöttünk, tehát nem azt mondom, hogy durvákat edzettünk, de nem is a versenyprotokollt csináltuk meg, panaszkodtam is, egy kicsit fáradt vagyok, bár én mindig, de nem lehet tudni, hogy ki mit csinál. Igazából ez inkább magadnak jó, hogy tudom, hogy mit csináltam meg az előző két hétben, és ahhoz képest mentem egy ilyen pályát, és igazából ez csak nekem visszajelzés az, hogy most kihez mérten. Igazából az lényeg, hogy tényleg tudok, eljutottam oda, hogy tudok versenyen is olyat nyújtani, amit eddig csak edzésen tudtam. 1:52-4:70, milyen az idő szerinted? Hát nem tudom, mert ugye szembeszél volt. Az utóbbi években válogatón azért zömmel hátszél van, főleg Szeged is inkább hátszeles. Úgyhogy passz. Nem rossz, de múltkor hátszélbe mentem 50 alatt edzésen. Tehát az a baj, hogy a kajakban ez annyira irális most így az időt nézni. Nem álltak oda párosban, ennek mi az oka? Az az oka, hogy az Annáik sem állnak oda, csak ez az oka. Mi csak azért akartunk menni egy pályát, hogy pont ezért, hogy ott is átéljük azt, ami lesz a válogatón, hogy készülünk, hogy izgulunk, hogy azt a pályát maximum meg kell csinálni. De úgy, hogy nem állnak oda az Annáik, úgy igazából nem sok értelme van, mert edzésen is tudunk menni akkor egy ugyanolyan pályát. Mert nekünk az lett volna a lényeg, hogy valaki ott van mellettünk, és ez pszichésen is ugye teljesen más, mint hogy edzésen egyedül odaáll egy páros. És igazából ezt akartuk a Katival is gyakorolni, úgyhogy sajnos nem állok oda, úgyhogy igazából a rossz idő miatt így úgy gondoltuk, hogy egyedül fölösleges elmenni. Az edzések alapján milyen a páros egyébként? Sokat javultunk, ugye mi 2011-ben mentünk, akkor többsebből vérzett a dolog. Úgy érzem, hogy a páros is abszolút sinem van, úgyhogy remélem, hogy jó lesz az is. Tami, utolsó kérdés így, hogy győztél egy tájékoztatón. Mit gondolsz, mekkora az esély arra, hogy neked az egyes kerüljön előtérbe idén? Hát az egyes mindig előtérbe van, mert nekünk az egyest meg kell csinálni. A csapathajó miatt is. Nekem én négyesben nagyon-nagyon szeretnék bekerülni, és emiatt az egyesre fókuszálok. Mert ha egyesre fókuszálok, és az egyes jól megy, akkor bekerülök a négyesbe is. És igazából nyilván mindenkinek álma megnyerni az egyes, de főleg nagyon-nagyon-nagyon szeretnék bekerülni a csapathajóba, és emiatt egyesben szeretnék nagyon-nagyon ott lenni.